Kártyával vagy kártya nélkül, még mindig a készpénz a legnépszerűbb fizetési mód. Fejlesztés és fejlődés, nagy a kereslet a jó minőségű földekre. Megújul a várfürdő, még korszerűbb körülmények várják majd a látogatókat. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Az elektronikus fizetési szolgáltatók szövetsége tagjainak közreműködésével országos reprezentatív közvéleménykutatást készített a hazai elektronikus fizetés helyzetéről. Ebből kiderül, hogy a járványidőszak alatt is csak kismértékben nőtt az elektronikus fizetési megoldásokat választók száma. Ezt szeretném. Készpénz vagy kártya? Kártya. A reprezentatív felmérésben résztvevők között alig változott a bankkártyás fizetést használók köre Magyarországon. A legismertebb fizetési mód a készpénz, és csak ezt követte a vírus helyzetet tekintve sokkal biztonságosabb bankkártyás fizetési mód. Köszönöm. Esetleg egy kis aprót, hogyha tudsz adni azt is, mert a kutatás résztvevői között azok közül, akik egyáltalán nem használnak elektronikus fizetési módokat, a készpénzes fizetés okaként a megszokást jelölték meg jelentős arányban. Van bankkártyám, viszont a készpénzt részesítem előnyben, mert azzal jobban számon tudom tartani, hogy mennyi a keretem, jobban érzem az értékeket. Igen, van bankkártyám, és a napokban intéztem el ezt a Smartbankos OTP-n keresztül. A friss kutatás szerint a pandémiás időszakban csak pár százalékkal emelkedett az állandóan elektronikus fizetést használók tábora, de aki használja, az szinte minden platformon digitálisan intézi ki fizetéseit. Igazából ahol tehetem, én kártyával fizetek. Pont ezért is, mert ugye sok helyen ki is van írva, hogy azt részesítik előnyben, boltokban, meg hát nem szeretem megfogni a pénzt. Használok bankkártyát és internetbankot is, vásárlásokkor általában a bankkártyát használom. Vannak rendszeres átutalások arra az internetbankot, úgyhogy használom rendszeresen. A kutatásban résztvevők többsége használja a saját bankjának elektronikus fizetési szolgáltatásait. Minden negyedik megkérdezett telekommunikációs szolgáltató, 15% pedig közüzemi szolgáltató elektronikus rendszerét is igénybe veszi. Minden negyedik kitöltő még sosem használt online fizetési szolgáltatást, és a megkérdezettek közel fele nem rendelkezik netbankkal. A vásárlók változatos képet kaphatnak az üzletekben Békés Csaba belvárosában. Szeretnek az emberek kártyával fizetni, úgyhogy elég sok, aki a kártyát választja a készpénzfizetés helyett, úgyhogy sokan szeretnek kártyával fizetni. Jelenleg üzletünkben készpénzes fizetésre van lehetőség, de tervezzük már a terminálnak a megvásárlását, mert azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan szeretnének kártyával fizetni. Van már többen fizetnek kártyával, mint az elején. Ez 5 éve van ez a bolt, 3 éve van kártyás fizetési lehetőség, és mondjuk azt veszem észre, hogy egyre többen fizetnek kártyával, igen. A kutatás szerint a vásárlások ellenértékét a vásárlók alig 35%-a egyenlíti ki bankkártyával, közöttük viszont csak minden harmadik vásárló volt az, aki már a vírust megelőző időszakban is az elektronikus fizetési módokat preferálta. Békés megye még mindig az ország éléskamrája a maga beművelt 485 ezer hektár földjével. A földek adásvétele itt folyamatosan zajlik, havi szinten csak az itteni agrárkamarán keresztül 240-250 szerződés köttetik meg. A jó minőségű földekre egyre nagyobb a kereslet, a gazdák fejleszteni, fejlődni szeretnének. Az osztatlan közös tulajdonú földek még mindig nagy fejtörést okoznak a mezőgazdaság szereplőinek. Az itt beművelt földterület nagysága közel 500 ezer hektár. Ennek döntő hányadát a szántók és a legelők teszik ki. A gazdák itt nagyon jó minőségű földeket vetnek be, és aratják le a termést minden évben. A földek adásvétele folyamatosan zajlik, havi szinten csak a megyei agrárkamarán keresztül 240-250 szerződés köttetik meg. A gazdák célja a folyamatos fejlesztés és fejlődés.
van program, Békés megyére is vonatkozik, az oszhatatlan közös földek, amiknek a kimérése folyamatban van, de elég, hogy is mondjam, körülményes szakügyvédek foglalkoznak vele. Hát vannak olyan területek, ami 15 hektár oszhatatlan közös, az van 40 tulajdonosa, Ausztráliától Kanadáig. Na most azokat leadminisztrálni, meg lebonyolítani az eléggé hosszas és bonyolult. Bozsár Tamás gazdálkodó több mint 20 éve foglalkozik mezőgazdasággal. Kalászos gabonát, repcét, kukoricát és napraforgót termeszt. Az osztatlan közös tulajdonú földek számára is nagy gondot okoznak. Művelés szempontjából azért jelentenek ezek nagy problémát, mert nagyon sok olyan osztatlan közös földtulajdon van, ahol nem nagy területről beszélünk, hanem 1-2-3-5-10 aranykoronákról, és hogyha ugye folyamatos a osztatlan közös tulajdonoknak a úgymond megszüntetése, tehát ez azt jelenti, hogy kimérésre kerülnek a földterületek, és hogyha vannak a területekben ilyen apró, pici földterületek, tehát nem tudják úgy kimérni, lehet, hogy beékelődik egy nagyobb terület közé, és ez művelés szempontjából gondot okoz. Az osztatlan közös föld körüli anomáliáknak is véget vethet a föld törvény módosítása. Pontosan 2807 darab szerződést véleményeztünk tavaly. Az Agrárkameránál folyamatos a munka, egymás után érkeznek be a kérelmek a földvásárlásokhoz. A járvány ellenére az idei évben a kamara minden hónapban 245 szerződés megkötése felett asszisztált. Júliusban lépett hatályba a földtörvény módosítási csomag, amely további kiskapukat zár be, és pontot tehet az osztatlan közös tulajdont érintő kérdésekre is. Ezek a ki nem adott termőszövetkezeti részarány tulajdonok állami tulajdonba kerülnek, és a nemzeti föld alapot fogják gyarapítani. Az esetben pedig, aki ilyen ki nem mért TSZ tulajdoni részarány rendelkezik dokumentálhatóan, az pedig 50 ezer per hektár forintos megváltási ár mellett hát megkapja az őt megillető megváltási árat. A július 1-től életbe lépő törvénymódosítások egyes elemei jövő januártól lesznek érvényben. 1600 négyzetméteren végeznek légi kémiai szúnyoggyérítést Békés Csabán, ismertette közösségi oldalán Szarvas Péter polgármester. A városvezető kifejtette, hogy a gyérítést kedden naplemente előtt végzik, azonban amennyiben az időjárás közbeszólna, úgy szerdán vagy csütörtökön pótolják a védekezést. Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője arról tájékoztatott, hogy az elmúlt napok esőzései után ismét számítani kell a vérszívók elszaporodására. Ezért szükséges a légi gyérítés is. Estót Anikó kiemelte, szakembereik Békés megyében légi kémiai gyérítést közel 14 ezer hektáron, míg földi kémiai gyérítést 6 ezer hektáron végeznek el a következő napokban. Megújul a gyulai várfürdő. A kivitelező többek között a komplexum versenyuszodájában hajt végre energetikai felújítást. A fejlesztésre a terület és település fejlesztési operatív program pályázatának köszönhetően összesen 230 millió forintot fordítanak. Folyamatosan zajlanak a munkálatok a fürdő sportuszodájánál. A gyulai várfürdő ügyvezető igazgatója kedden a beruházást ismertető sajtótájékoztatón elmondta, a létesítmény utoljára a Széchenyi terv részeként a 2000-es évek elején újult meg, azóta pedig folyamatosan romlott a műszaki állapota, így nagy szükség volt erre a beruházásra. Egyik legfontosabb eleme az, hogy egy 50 kW-os napelemrendszer kerül a főépületre, de mellett az uszoda is, illetve a 25-ös medence is megújul. Itt a nyílászáró cserékre kell gondolni, a sátorfedésre, ami jelenleg egy előregedett kétrétegű sátor, ez három rétegűre lesz cserélve. Emellett a 25-ös medence légkezelő rendszerét fogjuk cserélni, ugye egy befúvó, elszívó rendszer, emellett mozgássérült öltöző lesz kialakításra, és egy lift is beépítésre kerül.
Korábban saját terv alapján a Magyar Úszószövetség támogatásával már kifóliázták a medencetestet, a jövőben pedig a járófelületeket és a lelátót is megújítják, tette hozzá Kun Miklós. A város polgármestere kiemelte, céljuk az, hogy a látogatóknak minél magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsanak. Koronavírus járvány miatti gazdasági válsághelyzetben is képes arra a Gyulai Várfürdő, hogy beruházásokat valósítson meg pályázati támogatás segítségével, a TOP egyik kiírásában elnyert támogatásnak köszönhetően és önerő biztosításával. Ez alapvetően egy energetikai fejlesztés, azonban olyan fejlesztés, amely egyúttal a vendégek komfortérzetének a növelését, a vendégek kényelmet is szolgálja. A projekt jövő év februárjában zárul le. A leállás egyedül a fürdő 25 méteres medencéjét érinti majd, ami augusztus 15-től előreláthatólag október végéig lesz zárva. A csokoládé felhasználási módja szinte végtelen, hiszen bombonok, sütemények, szaloncukrok, fagylaltok, öntetek és desszertdíszek alapanyagául szolgál. A hazai cukrászmesterek tapasztalatai szerint egyre nagyobb igény mutatkozik a magas csokoládé tartalmú desszertekre. Ugye kakaóból minden csokoládé fagylaltba kell, ami ért csokoládé vagy tejcsokoládé, mert különben nem lenne neki színe. Az egyik orosházi cukrászdában éppen egy kézműves fagylaltot készítenek, ahol kakaóporral dolgozzák egybe a csokoládét és a többi hozzávalót. A szakemberek itt 8-9 fajta belga csokoládéból készítik a hideg desszertet, amelyek három elismert gyártótól származnak. Gyakorlatilag itt ugye csokoládé, különféle csokoládénak számít ugye az, hogy fehér csokoládé, étcsokoládé, tejcsokoládé, illetve a negyedik, amit a pár évvel ezelőtt mutattak be, ez egy nagy világüdönség volt, a rubi csokoládé, ami ugye attól kapja a rózsaszín színét, hogy a maga a kakaóbab rózsaszín, és nem tartalmaz festéket, és egy ilyen nagyon különleges gyümölcsös íze van. A fagyi mellett egyre nagyobb figyelmet kapnak a csokoládéból készített díszek is. A helyes temperálástól szép fénye lesz az így új külsőt kapott csokinak, amit többféleképpen formáznak, festenek. Az elkészült hideg desszert kikerült a sokkolóból, amit a mestercukrász az előzőleg temperált, megszilárdult formákkal díszít. A szakemberek a fagylalt mellett reneszánszát élő kézműves édességek elkészítésénél is nagyon odafigyelnek a magas csokoládé tartalomra. Vannak csokoládéink, bombonjaink, apró termékeink, illetve a süteményeink, de leegyszerűsíteném, amit nagyobb általánosságban használunk, az egy 60%-os Dominika névre hallgató étcsokoládé, fehér csokoládénk a Velvet White névre hallgat, illetve a 67%-os Madagaszkár csokoládénk, az is egy étcsokoládé, ez is egy területszelektált. A mestercukrász elmondta, hogy a kézzel mártogatott bombonokat a 41%-os Ariba tejcsokoládéval vonják be, ami kellemes ízhatást kelt. Egy másik Békés Csabai üzletben is arra törekszenek, hogy kiszolgálják a vendégek igényeit. A csokoládé az mindig menőnek számít, ez az egyik legjobban fogyó fajlat. Pontosabban nálunk a belga csokoládé, az a nagy közönség kedvenc, de nagyon szeretik a Kinder fagylaltot, ugye az is egy belga csokoládés fagylaltunk. Viszont vannak nálunk termőterület szelektált csokoládéból készülő fagylaltok, ilyen például az ekvádori csokoládé. Az üzletvezető elmondása alapján egyre nagyobb az igény a magas csoki tartalmú termékek iránt. Így például idén az egyik legkelendőbb az Afrika fekete aranyalmi, ami 80%-os ugandai étcsokoládéból készül. 3 éves szerződést írt alá Bucsi Lili a női NB1-ben szereplő Békés Csabai Előre NKS-e csapatával, jelentette be az Egyesület közösségi oldalán. A 16 éves kézilabdázó a serdülő korosztály legeredményesebb játékosa volt az elmúlt szezonban, illetve már 5 alkalommal a korosztályos válogatottba is meghívást kapott. A klubvezetés kitűzött szakmai koncepciójának legfontosabb eleme, hogy saját nevelésű játékosok alkossák a jövő felnőtt csapatának gerincét. Az Egyesület ennek megfelelően hosszabb távon szeretne megállapodni az utánpótlásban szereplő tehetségekkel. A szakmai stáb bízik abban, hogy a 2022-2023-as szezon végéig aláíró játékos kiemelkedő szorgalmával hamarosan a Csabai együttes meghatározó alapemberévé válhat. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon.
Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!